Most lövésük sincs, hogy videózom őket. Ó, megneszelték. Már beszél, elkezdtem beszélni, azért vették észre, hogy videózok. Már különben most indulunk itt reggel 7-kor. Már kint vagyunk itt a napfényes Svédországban, a messzi hideg éjszakon. Hát igazából reggel 7-kor verőfényes napsütésben lefagy a tökünk, így a 20 fokba. Szóval... Mit? Jó, 16 fok, de ilyen 20-nak érezzük, alsó hangon napon 40. És akkor így beülünk a szép szolgálati gépjárműbe, elindulunk a festői környezetbe, és itt elvágjuk, és majd még mindjárt megvágjuk, aztán nem tudom, kicsi utat is kaptok, mert az jól néz ki. Ja. Ezt a Peti vette, a kivágás. Kivágás. Jó. Csak ott is szó. Megyünk a potok alá. Alagút, kettes. Majd hazafele. Jó, sportokba felé. Kéne egy bagoly. Egy bagoly. Bagoly. Aha. Ráragasztani a fejére a kamerát. Az nem mozdulna sehova bátyja. Jaj, vagy egy tyúk. Az biztos. A tyúk nem olyan jó, de bagoly kurva jó. A tyúk is jó, hidd le. Nem láttad a Merci reklámot? De. Az egy terepszínű szkáni, hát az az adabasz. Mencámból volt a nem katonai. Lakó. Hűhely lakó. Csak a viszi állt. Ja. Amikor két pótta viszi a sört, egy nem elég. Na gyerekek, itt tartózkodásunk lényege. Egy új szerzemény. És egy boldog tulajdonos. Aki most jelenleg bemut. Még nincs a Bovem. Én majd megyek vele egy kör. Mielőtt, aláírjuk az adásvételét, bocs. Most próbáld ki. Szóval ő az. Egy finomságos 2.5-ös turbóbenzines Volvo-ért jöttünk ide ki. Peti barátunknak. Mert otthon ez kurva drága, és nekünk totál megéri úgy, hogy 4 napig kint nyaralunk, és mellette veszünk egy autót. Ez totálba megéri. Első út, a kút. Szépen madzagos, nagyon jó madzagos. Szeretnél videó üzenni édesanyádnak? Édesanyja, ne haragudj neked, hogy nem árultam el időben, hogy eljövök Svédországba Balaton helyett. Várja, törlöm a mosolyt, mert még mindig tankolok. De vettem magamnak egy új autót, hogy ne kelljen elkérni édesapámtól, hogy nyugodtan mehetek mostantól bárhova. Mert nem nyúlom le az autót. Mert vettem egy 5-hengeres 200 pluszos Volvo-t. Nem fogok meghalni egyszerre. Figyelj, van bukótérben bőven. Igen, igen. Gyűrödözóra, légzsák. És még mindig tankolok. És ha te akarod, akkor még fogsz is. Várja, mert fogy a kártya. Sományodik a műanyagot. Ezres belefér? Mi? 1000 kulna, korona. Tankba nem fog beleférni. Egy kis jávorszarvas pornó. Egy darab, und még egy darab. És Pétert megkérdezi, hogy indítsa el ezt a csodát. Tökösz. Megvigasztaltál. Jaj, hagyjuk már kicsinigó. Az erő az nem 200 fölött kezdődik. Tudod, mint mutattam, 5-600 fölött. Ott a pöccincs be a vasat. A pöccincs. Ha persze. Köl a hangok amnak.
Na indul az, hogy jó szeg. Nem jösszük a beze. Nem megyek ezzel, megyek a másikba és videózlak. Helyes. És Krisztián az anyósülése. És Krisztián, hogy érzed magad? Kurva jól. Végre egy autó, amivel van erő. Csak szar helyen hajt. Alig fér az arcon nagy Volvo-ba, mi? Ezt tudom. Igen, nem tudom, hogy jól látszik a képen, az ott egy S80-as Volvo. Előző. Az így néz ki belülről. És ott meg oldalról. És újra hátulról. És itt az összkép. Igen, amikor belülről nézzük, hogy hogyan nézünk ki kívülről hátulról. És az csak egy 60-as. És az a 80-as csak egy 60-as. Csöcsinger. De az egy 80-as. Mi az a nagy fék ezek? Semmi, beenged maga elé. Az itteni autókultúrából. Egy átlagos szombati nap. Átlagos szombat délután. Krisztián, mit látsz a telefonodon keresztül? Nem sok mindent. Nem a baj. Pici kijelző. Nem látom széles vásztóba a világot. És te azon a pici kijelző? Téged látlak. Hát ez nem túl sok. De zöld. Olyan, mint akármi más a környéken. Még a víz is zöld. Ott lehenézünk a domboldalba, és van ott szikla, van ott víz, van ott fa. Itt van Krisztián. A képen fotózik. Igazi turisták vagyunk. Tehát néha ilyen is kell. Meg ráfózolok én is a képre. De hát most ez nem biztos, hogy összeért. Majd a mérnek meg vagdosod belőle, mint az állat. És pont felülem süt a nap, és megint fekete lesz a fejem, de legalább kitörülöm az objektív előtt a napfényt. Pátja. Ekkora csigát kéne gyártani. Igazi hülye turista. Mondd, honnan jöttél? Nem mondd, látszik. Otthonról. Mondjuk ebben szóval nehezebb kárt tenni, mint a római ügyi a szobrokba. Ez biztos. Hogy menjek le? Lopta a turgon a lopát? És működőn. Ennyi. Az daráló. Dobjál már neki baránt, annyit mászik máma. Ugye majom. Ezt te is. Rúgva az ebben a telefont a szar, hogyha kapaszkodni akarsz, és azért le először. Telefonért nem kell. De nem is tudod befújni tőle. Hát akkor mit a picsak? És most ott mi a francot csináltok? Yeah, you can start from Farmers Nabar.
Svéd kígyók ígyvetlenek itt. Hallod? Mesélj a svéd kígyók vedlési szokásairól. Svéd kígyók vedlése úgy néz ki, hogy körölagban kezdik életvitelüket. Ők általában feketék és felnire vannak bújtatva, gumira kálcázzák magukat. Majd amikor párzási időszak megkezdvén, párba versenyeznek egymással a hím kígyók, hogy kinek nagyobb a farka. És itt húzzák vissza a vedlésüket. Az aszfaltról meg lehet tekinteni, hogy jelenleg a szemből nézve, innen rátekintve, már mögéd megyek. Innen rátekintve a jobb oldali kígyó nyert, mivel hogy a bal oldalének a farok vedlése az körülbelül valahol itt elfogy, de a jobb oldalit lehet látni. Az már az örömtánc, nem? Vedleni. Igen, az az örömtánc, mert a vedlési rituálé során, hogyha a kígyó egyszerűen nyer a másikkal szemben, az ellenfelét ott hagyja, akkor utána lejthet egy örömtáncot, és ami így mutatkozik meg a domboldalba. Innentől kezdve tudják, hogy övé a nőstény és bármit megtehet. Ez így van. Igazából ezek a kígyók lovakat tartanak. Minél többet, annál jobb. Tetszenek? Na, itt vagyunk Svédországban, Trollhättán van egy általános szombat délutánon. Most éppen az angol autó találkozó van. Mert ez ilyen. És igazából krúzolás. Két változik a műsor. Én mindig van valami. Hát most éppen ez. Van valami, hol mini autók. Nem ezért jött, hogy csak belefutottunk. Krisztián, mit tudsz hozzászólni az eseményekhez? Azt tudom hozzászólni, hogy elbasztak a szüleim, hogy hova születtünk. Rossz helyen laktak. Késő jöttem ki. Igen. Szerintem te még nem. De. Ja. De. Hát, nem, most hülye, nem jöttél előbb utána. Igen. Annyit nem. Nem tizen... De akkor már bőven jó lenne nekem, ha... Hát 10 éves korában kikerülsz, akkor már... Ja, ne, hát 10 pár éve itt van. Még azelőtt 20 évvel. Szerintem vedd végig őket, azt menjünk együnk. Már megvan. Két gombot szeretlek. Fagyi. Norvégiában olyan van, hogy... Ott is fagyi. Megfognak egy kétszer ekkora tölcsét, és két ízt. Fogja ilyen lapát, érted, és akkor így rakja. Spakni fagyi. Spakni fagyi. Mondom. De kúszott a képbe a fagyi. Most elvesszük. Hátán. Oké, okay, elég. Lom ki. Amikor meg volt hó, meg hideg, meg mit tudom én. Ja, mint ott van is körülbelül. Lemerészkedett hozzánk a pán párduc. Ivóhelyén megfigyelhettük. Természetes élőhelyén. Természetes élőhelyén. És itt határozatlan, melyik kukát válaszol. Életformájához. Kötelező a benzines ültetett autó.
Ez a párzási rituálének a forma jele, úgyhogy futás. Ja, valakit kiválasztott. Zsilipelés. Na gyerekek, így kell hajóba közlekedni bele egy gyalogukba. Ha vesztek véletlen egy hajót és le akartak itt jönni, akkor kérjetek meg szépen a zsilipkezelő bácsit, hogy nyissa ki. Töltse meg, engedje le, azt hogy nyissa ki. És a másik irányba jönnek? Ugyanaz, csak fordulj. Elmegyünk a titkos műhelybe. Legtitkosabb. Ez a legtitkosabb műhely. Egy másik titkos műhely. Az a legnagyobb baj, hogy ide túl sűrű járok. Munkahelynek hívják. Igen. Ezt találjátok meg valahogy. Hát úszókaput nem ismered? Pancsel a gyalák? Nem annyira. És dedó barátom is itt leledzik. Azért a hajó miatt jöttünk? Igen. Azért jöttünk? Ő egy hajó. Volvo, tenger, turbo. Ez egy hajó. Azt a motor. Értem. Kihajtás. Erre nem szeretnénk felülni. Tehát nincs a négy kémény, nem annyira para. Ezen milyen vettő csónak van? Kis oválnak a... Oválbogán teli bazinek. Már majdnem hajóformája van. Ettől ilyen felüket, de az 67-es. Ez ugyanolyan, mint a 3P garázs. És az első futómű rával hegesztek észre. Bazen, nem akarják kicserélni a két hátsó kereket valami másra? Hallod, itt a dob meg minden, csak nincsenek benne betétek. Itt még a disztel, csak tartás felé. Meg bazen, meg teli a felüket. Az. Ezek nem is, ez nem biztos, hogy jóval, ez lehet így négyes is. Igen. Viszont legalább a két hátsó kerék egyforma. És hány csavar tartja? Három, és milyen az, hogy bele van szabva a másik kettő. Na is. Inkább ezt javítottuk volna reggel a videó nézés helyett. Kis csónakom, reng a Duna vízé. Nagyon fincs. Most buktunk le, hogy hol vagyunk. Azt a kurva, hogy a fake tisztítom. Anval indul finoman. Szeretnél már ma horgászni menni? Ezzel? Simán. Vannak ennyihez húcit hallani, hajlan van itt. Kormány lapát. És ha itt forgatom, ott fog. Az egy megoldás, forgasd. Megy végig. Hol a front megy át? Hol jön ide, ha itt jön ide hát? Elkóltam. Nem picit. Nagyon. Hol a turbo? Ez TD-i? Ja, de Canyon turbo. TD-i? Nem, sima. Fél D. Fél D. Na. Hutyutyú. Add rá, az kész. Ezek üzem vagyok, azt nagyjából ennyi. Igen, mint ki van rohadva. Hát, itt a tengelycsapány. Odaadom, mert nem mászom be. Akarod vágni. Kamera. Nem, hát az jó, vannak problémák rögzítése. Mai szójárásunkkal ez hogy jár, mert mondod, plak-plak? Ez a mai szójárással mondta, hogy ez plak-plak. Plak-plak, plak-plak, plak.
Péter, plak-plak. Plak-plak-plak. Hol a kipufogója? Vizzel megy a kipufogó? Aj, nem puffer se, Adam. Juhú, hoá! Nem tudom, mi lesz ebből a videóban, visszaadom a kamerát. Ott egy kicsi kolmány. Ember a vízben! Hajó a szárazföldön, hajó a szárazföldön! Hajó a parton! Az átőre futottunk. Valami onnan hiányzik lóra. Plak, 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 plak. Arról a csőről. Rázumolok, nem látod? Igen. Az egy kóbli hely. Kóbli hely? Az lehet. Az is lehet, mert nem tudom. Ez a gyák meg nem normális. De hol a magit? Bajon a részek tenger része, Az a flánya alkohol. Szálljunk ki. Kikapcsolhatod a kamerát. Kikapcsolhatom? Igen, mert az érdemtelen. Gyerekek, mi van itt? Peugeot hátára dobod, az is jobban úszik, mint a hajó. Volt egy kis technikai probléma. A luk, ami nem volt bedugózva. Na de így jár egy talicska motor. Szóval, az van, hogy is van, hogy ott nyomjuk a gombot, itt bár kell a hidegindító, az meg hol van? A szatyorban. Ott van a szatyor mögötted. Mi útok? Eddig abban indítottunk? A népű sehol nem jön. Hát dehogy, bejöttem azt a pörgött is. Persze, mert előtte már beindítottuk. Párszor. Nem kell annyi alapuló hengerfejbazd. Nyugi. Híres utolsó mondatok, nyugi! Várjál, sluszkulcs. Azt hittétek, hogy ez olyan egyszerű mutatvány, mi? Hát... Na, őzgetsz, de kell, na! Rajta, menjen! Ennyi, mint a doksza óra, gyerekek! Már ez nem csak a higelin utó. Tudom! Vedd föl, szív föl szépen, vedd föl! Még egy kort. Kis szíverősítőkkel. Egyszer beindul, onnan már nyom. Várjál, nyomni kell a gázpedált. Jó, lehet. Mi? Mert a ventilátorra vigyázz. Messze van ez. Tetszi ürösbe is, hogy ne tekerje hozzat. Na hét. Jó lesz, Rudi! Majd a benetek! Várja a hűzőt! Na most már megy! Ez már ahhoz, gyerekek! Ez már ahhoz! Padlózz meg! Ez már ő! Padló, nyíl! Nyíl gáz neki! Figyelj, mert mindjárt repülünk! Végbe van útra! Lefett a kutyogos! Mai nap további menete? Szerintem megyünk pacázni.
Aha, ha csüngjenek. Fogy. Fogy, ez így most ugrott bele. Fogy. 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 Akkor négy jó. Megrákosodott. Mi világunk? Nem. Egyáltalán nem. Szerintem megcélozzuk Skérhamnot. Veszünk sót, borsot, citromot. Meg is vajat. Jó gondolat. Vajat, réde. Halba. A halba? Hadd csak egy gyereszélre. Akkor alufóliát is kell venni. Ups, mert otthon nem, ugye? Már micsoda a hal. Nem, azon. Azért. Peti barátunk most tanulja az S80-as Volvo-nak a szépségeit. Gyors. Ilyen lesz a jövőn minden második nap. És gyors javítás eszközünk a Volvo-n. Történik a csoda. Biztos Windows alapú. Simán fogjuk rá a pozitívra, a negatív kábelt. Micsoda? Így van. Egy olyan 5-8 másodpercet cirka. És utána visszarakod simán. Nagyon jó. Most várunk egy picit, megpróbáljuk elindítani az autót. Mit kell mondanunk? Hát ez egy szar. Bazd meg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. És mehet vissza a helyére. Újraindítunk. Nyugodt, ne biztos. És pöcröf a gép, lehet visszapakolni. Alapjárat teljesen. Probléma megoldva. Mondulaton működik a dolog. Ezt most már tudja minden S80 tulaj, hogyha ez a probléma, akkor ne autószerelőhöz vigyen, hanem 10-es kulcs, meg 13-as. Ennyi. Ilyen egyszerű. Aksi le, aksi föl. Ő vigyen hozzá. Az izgalmak. Lehet rossz döntés volt. Hogy nézzük ki egyre? Az a tiéd. Oszó számmal segít. A kamera megkezdődbe bárki. Bátor döntés volt. Nem tudom, Bratan. Hát kurva fogni. Finom. Kik tudnak normálisan fagyit enni? Kik maradtak tiszták? Te meg vagyok. De a videó elején meg vagy. Jag skulle skaffa bil. Det fick väl bli något gammalt som gått en massa mil.
Men gissar om jag blir papper. Tempel den gamla lorden. Här är en annons att han sålde den gula fåren. A kedves tévénéző gyerekek, ő főszakácsunk Péter, aki hentes, és autószerelő, és miatta vagyunk, itt. Krisztián, aki már jól érzi magát, eddig is jól érezte, és az meg az Uber hagymás grigeci. Ez egy Atom VIP 3P grill party. Szóval, ha nem kaptatok meghívást, az valószínű azért van, mert bocs, nem így gondoltuk. Hát mindjárt topálunk. Meg van még bagettünk is, bagett! Ska man imponera på brudar, ja då ska den vara stor. Med rättsfansianten och en häftig motor. Ja, det ska vara en open kapitän, en bil och stig. Turistak Malmö, va? Håll? Malmö. Läppelö. Nem Boxster. Porsche? Porsche? Egy Porsche? A Porsche, ami nem Boxster, hanem Carrier. Műhany? Carrier-es. Franco a Fánia. Franco a Fáni. Fáni milyen? Kónak? Kónak? Tökszívása? Meg a Fáni milyen szín? Fáni. Nem ilyen, nem. Világnak küldeném szeretettel a volt. Még egy tábla, ami otthon nem nincsen. Hol lenne? Ferdeházuk tetővel vigyázzanak, hullámpal alatta. Na végre ide értünk a Mercedesnek a svédi székhelyéhez. Fog. Nézzük a táblákat, mi micsoda, na? Mi az első? Ja, hullámpalán állni tilos, hogy elsüllyed liben? Hullámpalával embert lefejelni tilos aztán. Második az hullámpalára kutyát vinni tilos. Az egy hal akar lenni? Ja, vagy pecás, botos, halas. Piros bottal agyon baszni halat tilos? Ja. A sorompunk ne vigyázni. Ja, hát, hogy a tese. Milyen autót láthatunk itt? Kabant, hogy Warburg, nem? Kocka lámpás, úgyhogy nem zsiga. És egy Volvo. Tiszta Spektrum Home. Simán. Én bemennék. Nem biztos, hogy közös nevezőre jutnánk elég hamar. Mert? Ők is beszélnek ennyi, mert mi is egyet, csak nem közöset. Ja. Mekkor szarja tudok ki kihajózni a házunkkal. Az mondjuk szopás. Hát akarok költözni, vagyok DR-re. Haha, nem tudsz. Szerintem simán átúsztatják. Hol? Lepontják valamelyik hírat. Aha. Főleg ezt. Mit látunk itt, és szeretné a műhelybe egy ilyet? Aha, csak nem férne be az ajtót. Mert az igazából... Behagadt? Behagadt. Hozzad a BD-40-et. Igen, egy 30-40 kg zsír.
Sziasztok! Szia Peti anya! Szia Peti anya! Most ért véget a balatoni találkozó, sajnos. Lassan itt ennél majd... csodaszép Malmöi Balatonnál. Igen. Lassan megyünk majd haza. Lassan. Lassan. De Warburg ugye nem megy gyorsan. Nem tölt be rendesen. Másfél nap és otthon vagyunk. Nagyon melegszik, ugye nem lehet. Melegszik, nyár van, jó idő Balaton parton. Igyekszünk, igyekszünk. Mindenki. Még beszél, beugrunk a Tihanyi révhez. Igen, 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 igen. Hévízen fürdünk egyet. Igen, átkompozunk a Tihanynál. Ez igazából ennyi, utána megyünk hazafelére. Ezt hogy bírják a kamerások? Zsibbad a kezem már most. Nem tudom. Nyomd le és benne megvágunk. Lusta vagy vágni a videót? A rajongóknak? Nem, Balatonnál. Nem, csak ott nem kell, nem akarok vágni, hanem nem muszáj. Rendi. Oda a vízbe kell ülni. Videózok, várjál megint egy éstaki telefonnak fotóz. Semmi. Balatonon. A balatoni turista. Kérdezem, hogy járok előtt, hogy mit gondol a turizmus a Balaton partján? De milyen szavakkal kereszt? Nem tudom. Skupirál? Jorgub. Jorgub, skupirál? Beteg ágy. Ki? Beteg ágy. Még szombathelyi csótorról lopták az ötletet. Ez az. Ez már amikor hazajöttünk, azért hajtott a legjárni. És oda, ott a holapad? Úgy a holapad. Ott a holapadunk. Lát, hogy csak izőzött. Lábadon kívül érzel még valamit? Nem, sok mindent a derekomat. Nem kicsit szerzni egy kicsit a fiúkkal, azt akkor megérhetnek el. Ennyi. Nincs tükör, itt nem gyurunk. Talpanyag fölélegeztek. Érezzük. Nem pingoltak, fölélegeztük a talpanyag. Egy helyi csöves láthatunk. Hoztuk magunkkal, de sajnos ő a leggyengebb láncem. A hatalmas költekezésbe kezdett, ezért itt végezte. Nincs más, csak egy szatyor. És a kilógó lábak. Tekintete megfáradt. Úgy alszik, mintha muszáj volna. Hát ilyen egy helyi csöves. Juhú, mossuk az autót, mielőtt mennénk a kompra. Szép legyen a hajó, nehogy összezsuvázzuk. Ugye, Krisztián, szép legyen. Szép lesz, szép, 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 szép. Ha már feltűnően hangos. Nekem, ha már feltűnően leér, nem is tudom, miért olyan hangos. Lövésünk sincs. Fogja szívtom, súlálj a bombom, mozgad-e van? Ingen felmű szívem, szabszom, már látszom társad. Fiunk el ilyen ból, hozzom, már lárváges jön. Kérlek szépen, mondd el, mi történik éppen. Az imént vásárolt képsel próbálom orvosolni a hibát. Azt a kicsit, nem akarjuk, hogy hazafele német pályán meggyulladjon a lökhárító. Ez kellett a bu-bu-bu-bu probléma. Az indokolatlanul nagyméretű kipufogó miatt egy kicsit túl nagy hő termelődik, túl szar helyen. De ki lesz javítva? Miért indokolatlan? Mert ön szerintem már a motornak se jó akkora. És ezért az autót toljuk arra, mert lusták vagyunk beindítani. Meg itt ott a sor, az úti cél. Itt rostokolunk. Itt még nem rostokolunk, csak innen megyünk rostokolni. Ez olyan, aki baszkról van, az baszki. Igen, aki undról, az meg undi. Ennyi. Átenged, köszönöm. Átengedem. Olyan vagyok, mint a idő szövet alsónadra, átengedi a fos. Ha megint. Beszarás ez a buli. Ez el nem tudja szintet kizárni. Nincs van tató szemünk. Mi a fasznak vonó szem? Mit akarsz finni? Szuvenírt, mi a fasz? Gyerekek, itt mennénk föl a kompra. Csak nekünk ugye mindig minden összejön.
Szóval el lett baszva a foglalás, egy héttel ezelőtt elment a hajó, amivel mennénk. A hajó nem vár. Szóval a vonat nem vár, a hajó meg kurvára kiment már múlt héten. Most így itt állunk egy nélkül és próbálunk angolul stand-up-olni, úgyhogy nem értünk. Na, vagy fökerülünk, vagy nem, de ezt beszoptuk. Peti meg eszik, mert ideges. Krisztián meg röhög a helyzet, nem lehet vele mit kezdeni. Ez vámpír fogad. Szopacs. Na gyerekek, ha itt átjutunk, akkor nincsenek akadályok. Kesedés, lohad. Hú-hú. Na, szóval úgy néz ki, hogy nem öltük meg teljesen a bulit, csak úgy fogunk aludni, mint a csövesek. Egy hajón. Még annyira nem szar, mert vízicsöves még sose voltam. De igazából az úgy néz ki, hogy most összepakolunk, mert kabinunk nem lesz, de szerencsére jegyet tudtunk venni a mai napra. Egy kis bukóval az autó meg mi fölkerültük, szóval ez a Volvo haza fog érni, gyerekek. Ez nincs, ugye Krisztián? Így van. Hol, Krisztián, mutasd magad. Krisztián ott csövezik az autó mögött, már rakjuk össze a cuccot, hogy ne halljunk éhen, meg ne fagyjunk bele a tájba. Éppen egy eredeti svenska bökőt rak a helyére. Ja, amúgy már 11 óra körül van lassan. De azért táj nem ezt mutatja. Peti boldog, mert van helyünk. Én nem, mert nekem sokba került, de hát ehhez van, gyerekek, ilyen ez a pop szakma. Na majd reggel jelentkezünk. Mi a helyzet? Azon a szaron fogunk kivenni. Milyen labosszák ide. Oda. De jó lassan, tető ez az ember. Peti, mi a véleményed, hogy aludtál? Istenén aludtam, nagyon kényelmesek voltak az ágya. Iszonyú jó hajultunk volt, örülök, hogy csak 10 méteresek voltak a hullámok, az fölött már kezd zavarni a vihar. Jó volt a reggeli, mondjuk én azt a rántottát kihagytam volna, de mindegy, ti akartátok a rákkal lenni. Összességében meg vagyok elégedve az egész hajóttal. Örülök, hogy kitakarították, feltankolták és kicseréltek az olajat az autóba közben, nem is kértük. Úgyhogy összességében az egész tűrhető és jól alakul most már. Akkor nézzük a hidat. Fölvétő, de azt hisz, mérnök, ez gyorsíts föl, mert ez kurva lassan megy. Krisztián is videózza. Anyukájának meg tudja mutatni, mi zajlik a képen. A végén azt hiszik, hogy a Balatonon voltunk, azt leégtünk. Mind anyagilag, mind az arcunk. Anyagilag az meg volt. Anyagilag romlásba mentünk, nem leégtünk. Na, és... Indítsuk a kocsit, hogy beindul-e. Készen vagyunk. Jó menet lesz ott ültetve. És én kibaszok veled, nem kapom be a banán. Sok van a protein. Sok van a protein. Sok? Nem tudom. Nem vagyok banánológus. És milyen az erjedt banán íze? Az kívül megizzadt egy kicsit. Hát ezt a zacskót eszi. Dunsztott banán. Lekvárizi. Nagy ittól tanultál valamit. Mama mondta, hogy jó lesz. Ó, működik a sor. Megyünk. Csak az autók működnek, a sor nem tudom. Még nem működik, még állunk. Milyen csupi kipufogója van az figyelni. Ennek tök jó paraszt ránéz. Elhiszi az, hogy nagy fasz a kipufogója van. Aztán két ilyen kis poha. Mennyi az? 2 centi, 13 centi. Nem azért olyan. Úgy de gázul néz ki. Ja, 3x5-ös. 3x7-es. Alaj volt. Búcsúzó elrúgni neki azt, hogy hopp. Mire kiérnék rendőrök, utána jönnének. Azt tudni. Málep. Most nem vegyétek el a hidat. Nyissátok a kaput! Ez még fogom feljárót csináltak, hogy feljárót. Ne szép nagy hajó, azt figyeld, basszus. Az biztos is. Stay in the line, stay in the line. Ez a kis ladik van minket át a nagy tengeren. Csónak! Tutaj! Mi ez a pici? Tutaj! Tutaj! Itt megyünk. Csak ott tudsz kimentőzni. Ő papírolló, én vagyok az esőről, te vagy az esőről. Merre megyünk haza? Akkor esed. Vagy mi volt? Nem tudom kibasztani kell. Ezek csak ezek. Nem kamuzunk, tényleg itt vagyunk. Az a meg egy imperiál kamion.
Ja, de kamuzunk! Nem vagyunk itt! Tényleg itt vagyunk, de amúgy kamuzunk, hogy nem vagyunk itt. Na. Valaki mindig kamuzunk. Valamit a beunalmasodott a táj, ez éjszaka alatt. Erdős, meg németes, meg szarok a házak. Már főleg szarok a házak. Főleg szarok a házak, de itt még van növény. De legalább itt már egyedi lesz a kocsi. Wir fahren einem gute Volvo. Nem, Bratislava. Mi van? Izé. Hozé. Eurotúra. Eurotúra. Berlin. Ja, Berlin. Ja, Berlin, Berlin. Bratislava. Azon gyerekek, szerintetek mennyit megy a Volvo hál? Mi a torokszívás színe? Mert így látszik ott meg az óracsoport, meg látszik a tempó is. Ajá, ujjal megemelem. Nem kell. Fölösleges. Na gyerekek, a Volvo tulajdonosok legnagyobb gyakori hibájában. S80-as az autópályán. Gépjárműnek. Ez nem az a legjobb. Csomagtartója van tartott akkumulátorról. Néha meg kell okosítani, ugye, hogy az autónak buta az agya, összerászkódik a feje, aztán így szopat mindenkit. Közben Krisztián befejezi a tegnap esti műveletet. Most már felhevítettük. És jobban lehet ívre húzni. Olyan a rendszer, mint mi egy házi buli után. Szar. Szét van esve. Az, tovább nem bántom. Előre. Azt mondja, hogy gyerekek, kipakolunk, kerékkulcs. Ebből csináltok három szettyót? Aha. Olyat se látni minden nap biztonsági övcsöt. Ja, nem, műanyag. Akkor műanyag biztonsági övcsöt. Keressük a szent lelket. Ide beleállítottam az oldalába. Melyikbe? Ide. Ide. Aha. De ide valahol. Van a hely alatton, gondolom. Aha. Ott a szent lélek. A megváltó. Ezt kivesszük. Van nekünk olyan, hogy akkumulátor. Zuhany. Zuhany, meg akkumulátor. Ha mutassuk a Volvo tulajoknak, hogy akkor tudják. Igen. Ha veszel egy S80-ast, és már több mint 15 éves, akkor ilyen hülyeséget kell vele csinálni, sokkolni kell, mert szereti. 8 másodperce oda rakod a negatívot a pozitívra, majd utána átrakod, meghúzod. Meghúzod, mert különben lecsapja a semmit. Nagyon ügyes fiú vagy. Na van egy akkumulátor. Elindítja az autót Peti barátunk, mert muszáj. Megnézzük, hogy dadog-e. Ha dadog, akkor újra kezdjük. Most szép egyenletes hangon jár. Szóval most megreggelizünk. Ah, most visszapakolunk, mert megreggelizünk. Ezt a húzunk a gecibe haza. Német autópályán, köszönjük! Német autópályán!
felújítás. Yes. Alak korlátoznak mindenhol szinte. Arbeiten! 5 km. Schönarbeit, Hansi, Schönarbeit! 5 kilométerek és Schönarbeit. Na most már csak egyikünk nem aludt. Szabály, autópálya, turbós autó, hűtsd vissza a turbót. Ugye? Jó, jó, nem árt neki. Adjál jól egy kicsit. De csak 2 másodpercet. Valaki emeljen ki. Krisztián ki kell menni, mert elhoztam. Hozzuk a motor emelőt. Gyere, papa! Tankolunk. Szeretnél egyet a testtele? Ja. Kávé? Én nem itt a darabot sem. Csöppentesz még bele, vagy? Ha? Egész úton hazafelé. Nem gondolkodok, mert mi a fasznak. Nem gondolkodám. Mit tudom, majd édesanyám. Ali! Amíg nem értünk haza, még csak most tartunk Regensburghoz. Nem mostanában Burst, hanem régen. Samma bil och samma bunda far.
haladunk, srácok! Százas a hátra! Kövöbe! Ja, a Bécs mellett! Mert is csak hátra, 109 km-t kérdez a vadállat. Elhisszük neki, mert Bécs úgyis a százas a vonatkorról. Minden meg egy 10-es, szóval ott van Bécs. Tiplizünk hazafelé, mindjárt hozzáérünk. Az a baj, hogy lemegy a nap. Mert hozzászoktunk, hogy ilyen éjfélkor még világos van. Jaja. LKV 80 radar. Kicsit nálam 80 radar. Annyira jó, hogy mindent fölveszünk, így is az összes copyrightos, mert az összesben valami ízésszere meg, ami értelmes, amit nem biztos, hogy mindenki értékel, de ez az. Lesz a kivit értékel. Igen, szóval erről ennyit. Szia, mérnök úr! Bocs, hogyha szarok a felvételek és túl rövidek. Közben találkozunk még egy taggal, akit csak futtába fogunk látni. Nevezik bolond gyereknek, vagy Milánnak. Én már tudod, hogy hova mész. Azaz, húzunk be a felsőn, az villegel neki. Elvileg. Ott jön Milánka az FH-val. Húzza a pótot, mintha jó gyerek. Milánka éppen megy ki Tremeribe, innen üdvözöl titeket. Telefonos kontaktot tartottunk vele, ennyit tudtuk bemutatni a műsorba jelenleg. Hát van, akinek dolgozni is kell, ha már mi szórakozunk. Egyenes, azt hiszem. Ja. Ahó, szia! De hiányoznak a svéd házak. Kaház! Gondoltam, hogy két hetet voltam kéne egybe. Azért értem, két napig olyan arcom volt, mint mosott szalva kentek, heregették a mellét. Most ez mi a fasz? Az de jól néz ki. Nem tudom, mi ez. Fejére fordult a világ, még nem voltunk itt. Ez kurva jó. Isteni. Laknak. Én is. Álló lámpi. De ez ezt üdvendem. Krisztián, álljál már közelebb. Büdösek vagy mi van? Az. Nem kifejezés. Hova támaszkodjuk? Gyere, nagy autó elférsz. Várj, most ezt mind le kell vágni. Nem, ez mi jó, ez bennmarad, ez simán bennmarad. Szélza is van rajta. Szélzek. Hoztunk szelet svédből. Hoztatok. Tele van a csomagtartó. A gyerekek, végre hazaértünk már pár napja, csak nem vettünk fel autót, mert mi ilyen beszmék vagyunk, mert az élmény, vágyfokozás, meg minden igen, az közre játszik ilyenkor. Olva hazaért, lábó hazagurult. Ja, vezette. Mindenki boldog volt. Vigyorgunk tőle, mint egy idióta. Előhajt, annyi baja van, amúgy minden más oké. De mind a ketten azóta vágytok rá, hogy ezt vezessétek, nem a sajátotokat. Nem, erre az öthengeres turbomotorra vágyok. Nem, annyira nem az autó, kényelmes kurva, jó? Persze. De annyira nem az autó, inkább az öthengeres turbomotorra. Az úgy egyszer kéne egy barburkaszniba is. Abban már lehetne büntetni. Abban vihetett. Nem, de a koncertem. Az a fáj, az egy ilyen bölgárnak is mondta mégsem. Nos, szóval gyerekek, amit nem elfelejteni, ilyenkor sose induljatok biztosítás nélkül útra, keressétek a biztosítás.hu-t. Mert akármikor megdögölhettek. És ez nem játék. Főleg, ha erős autót vesztek, ezzel para néha menni. Igen. Szóval, ha tetszett, és szeretnétek, hogy még hozzunk autót még messzebbről, és itt szeretnénk kihívni mindenkit. Igen, kihívásunk. Hozzá messzebbről autót challenge-re. Északabbról. Hozzá északabbról autót. Majd a leírásban már leírjuk, hogy az autó Limmaredből van, Svédországból. Hány kilométer? Az innen kurva messze van. Hajrá, szurkolunk mindenkinek. Szurkolunk nektek, hogy nyerjetek, ha meg tetszett, iratkozzatok fel, lájkoljatok, és hogyha gondoljátok,
támogassatok Patreonon, mert drága az út. Ennyi baromságot kifizetni. Ennyi. Ennyi baromságot, igen. És meg se vágtak a yardok. Pedig csak újjáztak. Rezgett a léc. Nem. Nem rezgett a léc. Csak furcsa érzés. Jó azért. Megkoskolta. Biztosítást még most se kötöttem be. Majd a biztosítás.hu-n. Azon feltétlen. Kéne. Elköszönés vagy valami? Mit? Elköszönés vagy valami? Nem? Nem? Jó. Na jó, oké. Okay. Vagy nem. De figyelj, igazából nem érek köszönjük. Még úgyis látják, mert azt mondtátok, hogy bepapírozott sört. Igen, 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 igen. Szép, kap szép magyar rendszám, ott Peti barátunk hozzájárul egy teljes Volvo bemutatós kis filmhez. Simán. Szóval majd addig is sziasztok. Hello!